A szingapúri titok egyébként három pilléren nyugszik. Az első az, hogy a kormánynak kidolgozott hosszú távú víziója és végrehajtási terve van, vagyis tudja, mifelé tartson Szingapúr. A második, hogy ehhez tudatosan hozzárendelik a megfelelő forrásokat. Jelenleg a GDP 3%-át fordítják tudományos kutatásokra. A tervek szerint ezt a következő 5 évben újabb 2,5%-kal fogják emelni. És a harmadik pillér, hogy gond nélkül, sőt sikeresen nemzetközivé tették az országot. Általában Szingapúrt Hongkonggal vagy Tajvannal szoktam összehasonlítani. Mindkettő apró ázsiai állam, amelyek szerkezetüknél fogva akár hasonlóak is lehetnének Szingapúrhoz. Hogy mégsem, az kizárólag azon múlott, hogy nem engedtek a nemzetköziségnek. Kínaiul beszélnek, ellentétben Szingapúrral, ahol az angol az első nyelv, és például az orvosbiológiai kutatóközpont munkatársainak 60%-a hozzám hasonlóan külföldi.